azt gondolom, hogy azért az emberekben megvan az a mag, hogy felelősséget vállaljanak, de nem biztos, hogy ehhez megkapják a megfelelő támogató hátteret. Mi volt a konkrét cél? Az, hogy kicsit kimozdítsuk a fiatalokat a kis megszokott valóságukból egy olyan irány felé, amiben felhasználják azt, ami ők nekik van, kicsit tágabb értelemben vett környezetünkben. Ebben látom mondjuk a konferenciánknak az egyik misszióját, hogy hátteret biztosítani a fiataloknak, hogy kibontakoztathassák a szárnyukat. Fontos, hogy tudatosan építsük fel az életünket szerintem, és ezek mind segítenek abban, hogy megmaradjunk ezen az úton. Jó azt látni, hogy mások milyen szemszögből állnak hozzá ugyanazokhoz a dolgokhoz. Szerintem ott kezdődik, hogy tanuljunk meggondolkodni. Felszedem az utcáról a szemetet, elmegyek szavazni, nem csak a saját környezetemmel foglalkozok. Tényleg az, hogy tovább látok az orromnál, gondolkodok dolgokról, van saját véleményem dolgokról, és ezt mind, nem tudom, valahogy lelkiismerettel csinálom. A Facebookon értesültem róla a Jezsuita 8-as csoportban, és a kíváncsisághoz ott, mert nem tudtam pontosan miről lesz szó, viszont az érmének voltam két korábbi előadásán, és az tetszett. Az Érme Junioron keresztül hallottam róla, ezek a havonta keddi eseményekre szoktam eljárni, és akkor mindenféle ilyen érdekes előadásokat tartanak, meg ilyen interaktív beszélgetéseket, és ott ajánlották, és reklámozták már egy jó ideje, úgyhogy úgy döntöttem, hogy eljövök. Na, először is nézzük meg, hogy mi az, amitől rettegünk, amitől félünk, ami motivál. Utána állítsuk szembe az életünk valóságának, racionalitásának tükrében. A belső mozgatóerőnk, a belső mozgatórugónk, ami tulajdonképpen inspirál minket arra, hogy tegyünk vagy ne tegyünk valamit, az két dolog lehet. Az egyik lehet az, hogy ez fájdalmakra, fájdalomcsillapításra épül, innentől kezdve elveszítjük hitelességünket és eredetiségünket, vagy pedig lehet egy valóságos identitás, az, aki én vagyok, a sebeimmel, a fájdalmaimmal együtt, de akkor itt már nem a sebek motiválnak, hanem a valós énem, az eredetiségem, a lelkem új lenyomata. Az, hogy minden ember a saját életében ezen tud változtatni, azt hiszem. Abból szentül hiszek, és magam is tapasztalom, és fontosnak is tartom. Abban már kételkedem, hogy egy egész társadalmat át tudunk formálni, tehát vannak szükségszerűségek, akikkel meg kell tanulni együtt élni. Az egyik ilyen az, hogy Magyarországon a szégyen és a megszégyenítés sokkal inkább jelen van az életünkben. A kérdés az, hogy ezzel mit kezdünk, és az, hogy a mi szűk személyes körünkben, vagy azban a körben, ahol nekünk befolyásunk van, ott milyen módon kapcsolódunk, és mit hintünk el, milyen mintát adunk. Nagyon fontos dolog lenne, hogy minél több vezető, minél több befolyásra rendelkező ember ebben az országban kiiktassa a szégyent, mint a kapcsolatokban lévő eszközt, manipulatív eszközt, és helyette érvek és gondolkodás mentén egymás megértésével és egymás tiszteletben tartásával ütköznénk, konfrontálódnánk, vagy így kezelnénk az örömöket és a kudarcokat. Lényeg ugye, hogy minden nap 250 adagot osztunk ki ételt, amiben segíteni kell, ugye ki kell rakni minden egyes asztalhoz 6 darab tányért, illetve 6 pohár van, kancsókat kell megtölteni, a 6 szalvételt kell kirakni, tehát ugye 6 főre egy asztal. Adni a gyerekeknek, akik itt laknak. Hoztunk pizzát nekik, ami tök különleges nekik. Nagyon örülnek. Ezzel csávítottuk le őket, mert egyébként nem jöttek volna le. Most a menekült misszióval egy programon vagyunk. Jó rendület szerveztünk nekik, és ennek az a jelentősége, hogy együtt vagyunk. A konferenciánk egyik célja az is volt, hogy a
hogy azok a fiatalok, akik itt vannak, ők is merjenek vállalkozni és vállalkozó szellemmel élni. Az elejétől fogva tök fontos volt, hogy legyen nagyon kreatív és legyen interaktív, tehát ne egyirányú beszélgetés történjen, hanem tudjuk megszerezni a fiatalok véleményét, hozzáállását és az ő tempójukat, hogy teljesen életszerű legyen. Összességében nagyon jól éreztem magam. Elvárásokkal nem érkeztem, de így magasan megütötték a lécet, mert nem erre számítottam. Biztos, hogy szeretnénk valami folytatást, mert így azt látjuk, hogy most akik már részt vettek ebben, most nagyon lelkesek, és ezt így tovább szeretnék adni a barátaik felé, és hogy erre érdemes időt, meg energiát fordítani. Volt egy célunk, amit így hónapokkal ezelőtt így kitűztünk magunknak, meg ami miatt így elindult ez a Felkom szervezés. És azt hiszem, hogy így a visszajelzésekből, meg így a lelkesedésből, meg így a fiatalok között kialakult kis beszélgetésekből, meg barátságokból az jött le, hogy ennek így volt értelme, meg így elértük azt a célt, amit szerettünk volna.